karácsony ünnepe elvezet bennünket új év ünnepéhez, ahol boldogságos Szűz Máriára, mint Isten anyjára emlékezünk, és kérjük az ő közbenjárását az előttünk álló esztendőben. Általában, amikor a jövőre tekintünk, inkább a félelmek, inkább a korlátok szoktak kiemelkedni, de éppen keresztény hitünk ad erőt ahhoz, hogy mi a jövőben mindig bizakodással tekintsünk. Úgy tekintsünk, mint ami örömre hív bennünket, mint ami gazdagítani fog bennünket. Természetes tisztában vagyunk azzal, hogy a körülmények jelentősen megváltoztak, mégis ezzel együtt is a jövő egy reménykeltő isteni ajándék számunkra. Azonban szükséges, hogy a jövőt is mindig konkrét módon és nagy-nagy szeretettel éljük meg. Következő esztendőre Isten irgalmában és gondviselésében bízva három gondolatot szeretnék a Veszprémi Főegyházmegye és a Pécsi Egyházmegye papjainak, híveinek útravalóul adni. Egészen biztos, hogy szükség van az előttünk álló esztendőben egyfajta bátorságra. Bátorságra, ami nem az embernek a bátorsága, hanem a Szentléleknek az ösztönzése. Hogy akarjunk szeretni, legyen bátorságunk a szeretetre. Legyünk találékonyak abban, hogy hogyan tudunk jól szeretni. Másik gondolat pedig Istennek a lelke által belénk adott fantáziája. Mindig van ötlete, mindig van lehetősége, mindig valami újat teremt számunkra, amivel tudjuk embertársainkat szolgálni, amivel tudjuk ránk bízottakat szolgálni. És a harmadik gondolat pedig, ami ugyancsak a lélek erejéből lesz értelmezhető számunkra, ez pedig az álhatatosság. Az álhatatosságnak a kegyelme. Nem elég lelkesedni, nem elég ötletekkel előállni, hanem napról napra hűségesen, Isten gondviselésében, szeretetében és irgalmában bízva napról napra teljesíteni is kell elhatározásainkat. Kívánom kedves testvéreknek, hogy nagy hittel, nagy örömmel legyünk a következő év ajándékozottjai, ahol van fantáziánk a Szentlélekben, van bátorságunk és álhatatosak vagyunk. Boldog új esztendőt kívánok minden kedves testvéremnek!